Ha válaszom ki, hogy tél vagy nyár legyen, mondjuk már sajnos nincs nagyon tél, akkor a nyarat választanám. Én ősszel azt a hangulatot, azt a kózi hangulatot, amikor nem azt mondom, hogy munka közben, de mondjuk hétvégén otthon vagy, én azt imádom. Szóval az, amikor én ezt a kellemes 20 fokot egész évben el tudnám viselni. Pont nem melegíti fel a Balatont, pont nem a kellemes, nem tudsz fűzni. Ki jössz, akkor fázol, nem jó. De hát otthon a jacuzziban nem mindegy. Ezt régen meg a oviba, meg a iskolában anyu még cánkó húztak. Gimnáziumban 18 évesen. Hello! Ábel, simogass meg a fülcimpám. Oké, várjál. Az nem a fülcimpám. 352-en vagyunk, nem is szoktunk annyian lenni, hogyha képünk van, akkor se szoktunk annyian lenni. Úgyhogy most Csimpi megköszönni nektek. Csimpi, tiéd a szó. Milyen sapkában vagy, Ábel, miért nem látszik? Így jó. Te tudod ki a Boráros Gábor és a... Boráros teret ismerem. Oh, de amúgy igen, tudom. Ugye együtt voltunk a Nyerőfárosban, ők szakítottak. Nem, van egy gyerekük, ez... itt ez a nehéz ügy. Van egy gyerekük, van egy közös gyerekük. De bár ők felvidékiek, vagy szlovák? Szlovák. Hát felvidék. Igen. Most a média eléggé tele van velük, elmentek interjúkat adni, KKT podcast, ez egy új podcast volt, én is ott vendég, a Tihanyi Péternek a podcastje. Csinált ezt a saját tök jó minőségben, csinálja a podcastet, nem ilyen ott a képminőség. De Nyerőpárosban, adásban is volt, elmesélték, hogy Gábor már megcsalta egyszer a Mónikát. Uh-huh. Volt ebből nagyon nagy probléma, és akkor most láttam egy részletet, láttam TikTokon a Gábor, ahogy mondja, hogy ennyi év után is visszatér ez a mindig ugyanoda tér, hogy ez megtörtént. Igen, és akkor ebből a veszekedéseknél. Bár szerintem, hogyha egy kapcsolatban történik egy megcsalás, mindegy, akkor most jogosan merül fel, hogy bármikor máskor is meg. Ez az, hogy nem tudom, hogy meg lehet-e bocsátani, és ez most egy nagyon jó téma, csak a barátnak akartam várni. Alapból meg lehet-e bocsátani idővel. Tehát az idő az minden sebet begyógyít, akár egy haláleset, akár egy szakítás. Nyilván egy sima szakítás, ha nincs gyerek, és nem volt benne konkrétabb ilyen, mondjuk, hogy megcsalás, csak egy sima szakításról beszélünk, rohadt szar, de elmúlik. Uh-huh. Tehát, hogy mondjuk azt hitted, meghalsz a szakítás másnapján, utána eltelik egy év, két év, mindenkinek más. Hülyének nézed magad, hogy úristen, mi volt, amilyen szarul. Uh-huh. A legtöbbször így van. Igen. Még rosszabb az, hogyha megcsalás van, mert akkor annak totál önbizalom madat is elveszíted, meg minden. Le van taposva, szóval, hogy... igen. Tehát, hogy akkor mi lehet benned a hiba, ez van benned, de szerinted történik egy megcsalás, azt az időbe tudja gyógyítani. Tehát van-e olyan, hogy valaki ezt tényleg el tudja engedni, és ha van egy hatalmas vitátok 5 év múlva, nem jön-e fel ez? Szerintem nincs ilyen. Én úgy gondolom, hogy ha ez így megtörténne a mi esetünkben, Gréta is felhozná 5 év múlva, meg én is felhoznám 5 év múlva. Szerintem egyébként nem maradnánk együtt, mert szerintem az úgy, elég lehetetlen. És ezt a Gréta egyébként mondta is, hogyha bármilyen van, akkor vége. Szóval, hogy ő ezt így az orromorákat, nem is gondolkozom, meg nem is veszítettem még el a bizalmamat, sose nála, szóval semmi ilyesmivel. Jól csinál a titokba. Jó titkolom, igen. De hogy mondta is, hogy nagyon nem. És hogy ez nagyon nem tudja elképzelni magát, hogy akár újra kezdeni, folytatni, mert sose lesz már olyan. Nem. És ez az, hogy utána az, hogy 5 évig ezt hallgatod mondjuk, igen. És akkor 5. évben azt hiszed már, hogy jó, végre el van felejtve, mert tényleg mondjuk egyszer léptél csak félre, és oké, undorító dolog volt, de hogy azt mondod, hogy sikerült megbeszélni, de mégis mindig hozzád van vágva, akkor azt mondom, hogy az akkor sose volt igazán megbeszélve, és sose volt igazán megbocsájtva, és tök érthetően nem volt megbocsájtva. Mi számít megcsalásnak? Honnantól számít megcsalásnak? Uh-huh. Na, megjött a Barni. Te 5 év után is felhánytorgatod, akkor minek? Van megbocsájtás megcsalás után? Meg tudná bocsájtani? Lehet, hogy van, de valakinél, de hogyha 5 év után... Szerintem más, hogyha már gyerekek vannak, akkor azt mondod, hogy a gyerekek miatt is, akkor valahogy megpróbálom ezt így félretenni. 500-an vagyunk, Dick! Igen. Bocsánat. Úgyhogy nem az a legfontosabb, hogy mi, mint pár, hogy vagyunk, hanem hogy tényleg a gyerekeinknek megteremtsünk egy olyan közeget, amiben hát meg ez egy egészséges közeget. Ez átvezethető a, most nem tudom, a házasságok fele az általában elválással végződik. Ként feljön ez, hogy akkor a gyerekek érdekében a lehető legjobbat. Szóval ez okos. Főleg, amikor van egy gyerek, és válás van, ott szerintem a gyerek az első. Ott szerintem igenis legalább a gyerek miatt félre kell tenni az egót annyira, hogy megegyeztek, hogy akkor tök mindegy, hogy egy hét itt, egy hét ott, vagy most ott a gyerek, és akkor időnként itt a gyerek, tök mindegy, az már a szülőknek a dolga. De az első olyankor, hogy egót ledobod, gyerek az első. Nekem elváltak, látjátok, mi lett belőle. Hát igen. Nekem is elváltak szüleim. Apum annó. Ja, anno, de most már nem. Hát most már remélem, nem. Nem úgy, hanem nem, ő elvált. Ja, jó, úgy elvált, jó, de és egyébként ott is. Anyukád, apukád együtt. Nálunk egyébként mi nagyon kivételes
család vagyunk szerintem ilyen téren, mert ugye ott is volt két gyerek, amikor elváltak, viszont a mai napig, és most ez annyira kicsit ilyen magántéma, de karácsonykor például együtt van mindenki. Érdekes. És ez nagyon sok embernek furcsa lehet egyébként, érdekes, hogy például a volt feleség ott ül, de a gyerekek érdekében, meg a család érdekében ez valamilyen nálunk működik. Annyi egymással háttal ülnek a feleségek is. Másik asztalnál. De hogy ez szerintem kivételes dolog szerintem. A családok nagy részében ez nem működne szerintem. Hát ne, ez ritka, az biztos. Mi az, ahonnan, itt tartottunk, amikor kinyitottál az ajtót, hogy honnantól számít valami megcsalásnak? Egy csók? A csóktól az már bőven. Szerintem már az ilyen... Flört? Egy flört? Az is. Aha. Egy sima flört? Aha. Az, hogy egymásra mosolyogsz valakivel. Azt szerintem még nem. Bárba. Nem zavarna, hogyha Gréta flörtölne valakivel? Most, hogyha egyszerre rámosolyog valakire, akkor azt mondom, hogy jó, hát velem van amúgy meg. Ja, szóval nem annyira... Más, hát a mellette már zavarna. Engem amúgy zavarna. De nem, szóval nem olyan alacsony az önbizalmam, hogy a Gréta összemosolyog egy palival, és azt mondom, hogy jó, hát akkor biztos őt akarja. Ja, szóval, nem. Most, azt mondom, hogy itt van velem, van 5 éve, választott, meg választhat bármikor mást is, de nem alacsonyabb önbizalma, egy mosoly eltántorít. Hát azért ne. Hát, jó. Szerintem az, hogyha mondjuk egy buliba vagy, jó, nem buliba, tehát hogy ne azt nézzük, hogy valaki részeg, mondjuk az nem mentség semmire, el van utazva, és egy bárba van, és... rámosolyog egy pasi, és odamosolyog, de elfordul, engem az nem érdekel. Engem sem. Engem. Tehát, hogyha ha véletlenül is előfordul az, hogy összenéz, tehát egy csajjal nézelődsz valahol vagy, és láthatod, hogy valaki stíről, belenézel a szemébe, lehet, hogy mosolyogsz egyet, mert láthatod, hogy stíről, és jól esik. Hogy miért mosolyogtok egymásra, hogy valahogy? Most lehet, nem vagy ott. Tehát, hogy ha ott van melletted, az nyilván az egy pofátlanság. Hogyha akkor, mit tudom, így megnézel egy másik csajt. De mondjuk, ha forgatod a fejed, és mondjuk valaki stíről ránézel, és elmosolyod, tehát, hogy jól esik, hogy mosolyogsz egyet, de elfordulsz, ez már valahol egy flört, mert oda mosolyogtál, egymásra néztetek, volt egy pillanat, ez már egy alapszintű flört, szerintem ez belefér. Az, hogy utána oda menj és szóban flörtölj, tehát hogy az más. Nem nyílsz hozzá, de szóban flörtölj. Meg ugyanez cseteléskor. Szerintem a cseteléskor az a jópofizásnak is megvan a határa, és ott már átmegy a jópofizás egy flörtölésbe. Ami már főleg a fiú, általában a fiú részéről. Általában a fiú legyünk részéről. Legyünk őszinték, azért a fiúk nagyon nagy része. A lányok ezt nem így gondolják, mert vagy azt mondják, hogy ne, ő tuti meleg, úgyhogy nem. Vagy ezt szokták mondani, nem azért irogat, vagy azt szokták mondani, hogy hát neki barátnője van, vagy ő nem akar megugni. És akkor szoktam felvilágosítani, mondjuk a Rét nem kell, mert ő nem beszélget másokkal, de volt már, akit fel kellett világosítani, hogy de, akinek farka van, az 9, nem általánosítok, ott hagyom azt a 10-15%-ot, de 85-80-90%-ban igenis be akar feküdni. Igen, köszönöm. Ha elő akar venni a kardot, és... Lézer kardozni, Darth Vader akar lenni. Igen, és a sárkánnyal meg akar küzdeni. És kettős kardot veszelünk. Úgyhogy ne legyünk naivak. Igen, viszont itt van ez a másik, hogy miért lélegzik mással egy levegőt, szóval az meg igaz, hogy most érted, például hozzászól, egy másik, egy ellentétes nemű valakihez, az engem nem izé, szóval. Igen, de van egy ilyen ott is van egy határ, szerintem, ami... De szerintem még, hogyha összemosolyognak, meg jó fejkednek, meg jó pofiznak, az se baj, de hogyha már mit tenni, átmegy ilyen érezhetően flörtölésbe, igen. Na az már ott. Nekem van. Egyszer volt kellemetlen, ezt most elmondom őszintén, egy halloween-i buliban voltam, házi buliban, már mindenki részeg volt, de még a tudsz magadról, nem az a okádik mindenki és a földön feltrenk, hanem be vagytok csicsentve, társasok, stb. És mellém ült egy csaj. Először csak az volt, hogy egy csapatban voltunk, és először csak az volt, hogy így rácsapott a combomra. Valamik játéknál. Így, jaj, Harry, azt még azt mondom, oké. Okay. Csapkod. Fiú, és utána meg izé végig. És utána elkezdte így bögyörgetni, tudod, így izé, válladat a cickó itt már izé a kezét, mondom, utána az érdekes része, amikor már viszont a következő játéknál rárakta a kezét a combomra, és elkezdte ilyen körkörös mozgással szépen finoman simogatni a combom. Szerepek volt, hogy? Persze, velem szembe ült. Nem látta. 10-12-en voltunk, mindenki röhögött, mindenkivel nem látta. Mellettem ült a Rebek a legjobb barátnője, de ő se figyelt rám, és azonnal szóltam neki, így mutattam, hogy nézzen ide, és nézze végig, hogy nem csinálok semmit, és hogy mit csinál a csaj, utána szóltam, hogy ellöktem a kezét, és utána elmondtam a Rebekának. Nem a bulin, mert nem akartam balhét, de hogy kellemetlen volt. Tehát, hogy hát ott, de bazeg, hát de ott... Pofátlan. Amúgy is, de hogy még ráadásul úgy, hogy ott van szembe vele. A mennyasszonya a csávon. Lehet, hogy őnek ez volt a kihívás, hogy így meghódítani. És a csajnak is ott volt a pasia. Ó. Ha valaki ezt hagyja, rögtön szóltam, de viszont ez, ha mondjuk nem szólsz, és mondjuk ezt végighagyod, biztos, hogy valaki végighagyja,
Na ez már megcsalás. Ez az. Ez már annak szent. Tehát ez már érzelmi megcsalás, mert... Ez az, igen. Oda csapott egyet, nekem már az rögtön furcsa. Fura volt, az még nem. De, miért ütögetne egy a combodat? Egy lány, egy másik lány a társaságban, te combodat, miért ütögetne? Mert csinálj egy ilyet, hogy basszus, Harry, nem már, bocs. Jó, ez okay. Még oké, okay, de az, hogy itt izé... Oda csapott. Gyerünk, te csődör! Lesz karácsonyi vásárt hírni. Hát ez kurva jó. Hú, ez a vörös Marti, ez nem volt jó, ez egy C. Nem, az egy B. Amúgy menjünk már, csináljunk már egy ilyet. El kell menni az összesre. Igen, az nagy országjárás. Külföldön voltam, autóval mentem nagyon sokat. Elindultam Magyarországról, kimentem messzig, átmentem Ausztrián és meg Németországon is, ez a lényeg. Hát Németországban a közlekedés az jó irányba, pozitív irányba szorozva 10-ent, ami itt van. Uh-huh. És ahogy jöttünk hazafele, arra még annyira odafele nem tűnt fel, csak úgy kellemes csalódás. Szóval jöttünk hazafele, ugyanúgy Németországon jöttünk át, kimennek előtted, ha mész 170-en, nem azon, hogy elmegy a faszméregetés, hogy te akkor is gyorsabban mész, lehúzod, ráhúzod, stb. Kimegy előled, uh-huh. Ha jön egy kamion, amit ő lassan meg tud előzni, akkor is kimegy előled, elenged, visszamegy, tök nyugodt. Beengednek, te is beengedsz másokat, úgy az emberek kedvesek egymással. És ahogy jövünk kelet felé, ahogy jöttünk így Magyarország fele, így a parasság, így komolyan mondom, ilyen, kilométerenként szép érezhető. Átfedéssel? Igen, kilométerenként érezhető volt ez a parasság, hogy ahogy hívják be, Ausztriában, már Ausztria is rosszabb, és nem tudom, mennyit voltál Ausztriában. Azért az osztrákok nem tudnak vezetni. Jó, de várjál, azért... Bocsánat, az osztrákok pont az ellentétje annak, mint az a faszméregetés, most az én tapasztalataim alapján. Jó, azért akartam, hogy itt legyen. Hanem ők 130, és se alatta, se fölötte. Szóval, hogy ők ami ki van írva 100, akkor 100. És nem fölötte picivel. De te tudnak vezetni, mert hogy csak... Hát csak meg betartják. És ez az, ami érezhető, hogy átléped az osztrák-magyar határt, és bum, tolnak mindenki a seggedet, tolja már izé az utakon meg izé. És tényleg nagyon sok, és most tisztelt a kivételnek, tényleg nagyon sok a paraszt-skodás. Sokkal több a paraszt-skodás, mint a paraszt BMW-s. Szerintem is. Igazad van. Egy a legnagyobb az itt ül. Nem most volt valami nagy hír, hogy valami kamion akart előzni főúton, és a Skodás nem engedte el? És nem, hogy valami nem, rohadt nagy ilyen büntetés kapott, mert hogy közben valami cetlit, és valahol a híradóban volt, de híradóban volt. Mert mentünk 180-190-nel, elementek előle, te is lementél, ha jönnek, nem billogtak, nem tudom, egyszer se toltak le, úgyse, hogy a Porsche jött 250-nel, megvárt, hogy lemenjek, volt, hogy kicsit később vettem észre, és elment, nem nézegetett, nem volt paraszt. Yeah. Átmentünk Ausztriába, ott már ment előttem a 130-as táblánál, ment 90-nel egy csaj, mindegy, hogy csaj, és mentem oda, és akkor már jött belőlem is egy kicsit az, hogy azért ennyivel menj már le, tehát nem az, hogy 10-nel mész kevesebben, hanem 30-al, vagy 40-nel. Belementem a seggébe, így mutogatott ki az ablakon, meg ugatott át utána. Úgyhogy az autópályán ő megy 90-nel a belsőbe, három sávon. Uh-huh. Oké, okay, hát beértünk Magyarországra, az villogás, akkor, dudás, persze. Parasztok, tehát egy parasztság így egyenesen arányosan megy. 600 nézőnél óriási bejelentés. Óriási bejelentés, amúgy megéreztétek az óra átállítást, mert csak meg benne van a címbe. Én csak az, hogy jobb lett. Na, ez a várj, az este nem. Fő témánk, srácok. Szóval az, hogy este 6-kor, ötkor már sötét megy most a nap, az nagyon szar. Fel akartam vezetni. Jó, vezess fel. De a reggel az... Majd nekem úgy pont jól jött ki, mert hétvégén mentünk túrázni, amúgy rohadt sokáig aludtunk volna, de mivel nyertünk egy órát, ez így tök jó volt, és úgymond előbb is értünk haza. Yeah. Ezt miért nem törlik el? Erre akarunk. De már többször elakartad, de miért nem törlik el? Igen, erre akarunk most kitérni. Na, vezess fel. Igen. Ugye most visszaállítottuk az órát, azt akartam összekérdezni, hogy szerintetek ennek van-e értelme? Szerintem mi értelme nincs. Van annak, hogy egy órával átállítjuk, nincs. És az tök jó, hogy nyersz ilyenkor egy órát. Meg ezt ugye, el is veszted utána csak... fél évre. Mi ez a hype chest? Kaptok emotot, akik a hype trainben részt vettek, nem? Hoppá! Wow! Igen, azt el is veszted utána fél év múlva, amikor visszaállítjuk. És az milyen és az rosszabb. És az szar, mikor egyre kevesebbet aludhatsz. De egy napig rosszabb. Nem. Tesó, én most... Jetleges. Nem. Tényleg olyan... Nem. Jó, nagyon durva. Más hat ránk, nagyon jó. Figyelj, mondjam. Én most már ilyen 9-kor tök fáradt vagyok. 9-kor már azt érzem, hogy kb. Mint ami 10-11-kor szoktam lefeküdni amúgy aludni, tudod most miért? Már 9-kor. Tudod miért? Na. Azért, mert 5 órakor, sőt, fél 5-kor, úgy érzed, mintha más te 8 lenne, és 10-re befáradt. Igen. 9-kor elmegyek aludni, 7-kor ma úgy keltem fel, hogy a 8-ra teszek mindig ilyenkor ébresztőt, 7-kor úgy keltem fel, hogy tök jó kialudtam magamat, semmi, szóval általában még nehezen kerek fel az ébresztőre is 8-kor, mostanában 7-kor, pontosan egy órával előtte, 8 előtt felkerek mindig, automatikusan. Szóval én ezt az egy órát is megérzem, arról nem beszélek, hogy a Tobiék így állnak este 7-kor az ajtó előtt, hogy adjak nekik enni,
mert ugye 8-kor szoktak kapni, és akkor nem értik, hogy miért nem kapnak. Szóval, hogy amúgy nagyon több helyen is megérződik ez az egy óra is, de szerintem amúgy nincs nagyon sok értelme. Nekem bali óta semmi. Én 6.45-kor, de most így, hogy óra átállítás is volt, 6.45-7-kor puf, kelek fel. Nekem meg be van állítva 8-ra az óra, be volt állítva, nekünk pont külföldön volt, amikor most ez az állítás volt. Én nem éreztem semmit, hogy most 9-kor keltem hivatalosan, tehát egy óra többet hallhattam, én nem éreztem semmit. Amit utálok, hogy 15:30-4 körül már jön a szürkület. Tehát ez szerintem undorító. Ha választhatnátok, akkor a téli vagy a nyári? A nyárit. Ez most a téli? Hát a nyári, mert hosszabb a nappal. Sokkal de hogy ott korábban nyári... is jön a nap, és később is megy le. Szerintem a nyári az jobb, meg ha jól tudom, azt akarják megtartani. Mert az így Európai van. Unió mindig előveszi ilyenkor, hogy hú, amúgy basszus, megint elfelejtettük ezt kidolgozni, ezt a tervezetet. Ki volt dolgozva, megint... és már szavazás elé, tehát már arról a szavazásra volt bocsájtva, tehát igen. Tudod, hogy napirendi pont legyen, aha. Hogy meg legyen szavazva, hogy a nyári legyen, viszont bejött a COVID. Oh. És a COVID ugye minden kis ügyet, mert ez nem számít nagy ügynek. Ezért jött be a COVID. Ne kellene átállítani az óra. Lehet összeesküvés. Ezért egy világvírus. Azt hiszem 2020-ban akarták ezt megszavazni, aha. De a COVID miatt ugye minden kisebb ügy az szőnyeg alá csöpörve. Most akarják visszahozni. Ha jól tudom. Ezt tudom. Én ezt olvastam ezt valamelyik cikkben. Nem, hogy most így előkerült az asztal fiókjából, hogy basszus, amúgy volt egy ilyen is, nem akarunk-e. Mert ha jól tudom, egyébként gazdasági okok miatt lett ez így létrehozva, de egyébként már elenyésző a gazdasági... De mi értelme van? Hát, hogy ugye kevesebb ideig kell nyáron működtetni a lámpákat, meg nem tudom miért, meg ilyesmi. Ja. Szóval ilyen, lehet, hogy egyébként a biztonság is nagyobb. Hogyha világosabban. Hát sokkal. Valami ilyesmi okok miatt lett létrehozva, de ha jól tudom, elenyésző most már az előnye, viszont nagyon sok hátránya van, mert pont amikor még márciusban van a másik átállítás, azt hiszem, amikor akkor podcasteltünk, akkor én hoztam azt a témát, és nagyon megmaradt, hogy ha jól tudom, 20%-kal megnő a civil faktusok száma ott a téli átállításnál. Hiszem, de ilyen nagyon sokkal megnő a szívinfarktusok száma azon az egy napon, mert kevesebbet alszanak az emberek, stresszesebbek. Amiatt az egy óra miatt. Stresszesebbek, kialvatlanok, és sok a balesetek, autóbalesetek száma is megnő, meg minden, szóval, hogy be tud nagyon, még ez az egy óra is be tud nagyon. De bocs, de ha valaki elutazik mondjuk Balira, és van 7, vagy Los Angeles, van 7 kötően 9 óra időtől. Az is leterheli a szervezetet. Az terheli, az undorító. Én most ebben az egy órában azért ez ettől országosan kalajzé lesz, kalamajka. Ilyenkor a óraátállításnál 6%-kal nő a halálos balesetek kockázata. Oké, okay, azért a 20%-kal... Kicsit túloztam, igen. És az átállítás követő napokban a szív- és érrendszeri betegség romlása és az ebből fakadó halálozás mérték is megnövekszik. A 20% az... De nem írja, hogy mennyivel? 6%. Jó, hát valamennyire biztos megnövekszik. Az a halálos balesetek. Akkor amúgy egyben sok, van a mondat. Az sok? 6%? Egy óra átállítás miatt. De ez évente kimutatható? Évente a naptára pontosan biztos. Aznap kimutatható, hát hogy sokkal több baleset van? Statisztikailag, hogy hány autóbaleset volt, az hány izé, meg ilyesmi. Tehát én úgy vagyok ezzel az egészen, mint a tél. Hogyha válaszom ki, hogy tél vagy nyár legyen, mondjuk már sajnos nincs nagyon tél, akkor a nyarat választanám. Mert sokkal egyszerűbb, és ez az óráltájtása is igaz, sokkal egyszerűbb a világosból sötétet csinálni. Tehát ha otthon te sötétet akarsz, mert nem akarod, hogy 9-10-ig világos legyen, igen. Akkor 8-kor besötétítesz, yeah. Mint sötétből világosat. Tehát amikor mindenhol sötét van, felkapcsolod a lámpát, oké. És még úgy se elég. Nem, tehát én időjárásilag viszont egy jó szeptembert választanék. Egy korai szeptembert. Amúgy igen, én is egy 20 fokot. Én inkább, ami most van. Én inkább 28-at. Nekem az sok, nekem sok, meg én amit még nagyon szeretek, és most ez lehet furcsa lesz, amikor rohadt ködös az idő. Azért én ősszel azt a hangulatot, azt a kózi hangulatot, amikor világos van kint, de rohadt nagy köd van, nem, és éppen jó. Nincsen semmi dolgod, nem azt mondom, hogy munka közben, de mondjuk hétvégén otthon vagy, én azt imádom. Szóval az, amikor én ezt van, a kellemes 20 fokot egész évben el tudnám viselni. Ez a de ez pont nem jó, mert pont nem melegíti fel a Balatont, a Dunát, pont nem tudsz fürdeni. De 20 fokra. Jó. 20 fokra. Ne, pont nem a kellemes, nem tudsz fürdeni. Kijössz, akkor fázol, nem jó. De hát otthon a jacuzziban nem mindegy. És de ami most van télen, például, hogy a... De az egy szar. Ez most, ez ami most van, ez aláírom, ez a, hogy ez mondják ezt, vénasszonyok nyara, vagy aha, mondják ezt? Most ez most jó. Hétvégén. De ami mostában télen van, hogy se nincs meleg, nincs nap, szürkület van, az esik borgasztó. Az eső, saras, akkor inkább egy nyakigérő hó. Fagyjon. És ez majd így, tudod mikor jön, ez majd ilyen februártól júniusig jön majd ez az idő majd most már kb. Egyébként tavaly volt egy-két nap, emlékeztek, amikor leesett egy viszonylag nagy hó, 30-40 centis hó leesett, másnapra eltűnt. Ez a durva. De az fú. Az emlékszem rá, hogy mi is Mártival mentünk ott a környező utcákon sétálni, mert olyan élmény volt, hogy végre esik a hó. Ezt régen meg a óviba, meg a iskolába anyu még cánkon húztak. Yeah. Gimnáziumban 18 évesen. Anya, gyorsabban!
A Zakopánéba mentünk tavaly, Magyarországon semmi hó, 20 fok, ez karácsony, tehát hogy konkrétan karácsony este. Átléptük a határt, és onnan olyan hóvihar volt, és olyan nagy hó volt, hogy néztem a GPS, hogy a 3-4 órás út helyett 6-7 órát írt, tehát a több mint a dupláját, mert annyira a 90-nél meg 130-nál tudtam menni 30-al, 20-szal. A négykerek meghajtású autóba féltem, de össze-vissza csúszkált. Egy nappal később hazajöttünk, mert begyulladt a fogam, minden eltűnt. Mm-hmm. Konkrétan kiszálltál a kocsiból, még nem volt eltakarítva az út, hát szinte térdig álltál a hóba. Tehát, hogy irdatlan mennyiségű hóvihar volt és hóleesett, egy nap alatt eltűnt. Hát annyira illúzió romboló. Az osztrákoknál is egyébként tavaly nagyon szar volt a szezon, mert nem volt hó. Hát egyébként, amikor a szülinapomra mentünk, ott valamennyi volt. Éppen, hogy volt. Épp, hogy volt valami. Akartam mondani, hogy olyanra menjünk már most is, ahol van. Komolyan. Van jó hely tetejére. Ja. Legalább akkor egy picit, minden évben legalább egy kell. Egy kis hó kell minden évben, legalább egy hétig legyen hó. Ezt tuti láttátok már. Megnéztem a cikket, nem most eszméltem rá. Ez a banán, ez egy művészeti. Ja, dollár. Másfél millió dollár. Ez a banán? Jó, ez annó nagy vitákat kevert, hogy egy banánt felragasztott egy művész, mondjuk művésznek, egy duct tape-pel a falra. Akkor is írtatlan nagy pénzeken ment, lehetett megvenni, és megvette valaki, és most is az a cikkünk, hogy $1.5 millió cserélhet gazdát hamarosan a világ legdrágább banánja. A 64 éves Mauricio Ketelen. Na, erről a banánról van szó. Jó, én mennyit adnál ezzel a banánért? De várjál, ez a banán, ez... Mennyi kilója? Ez megromlik? Nem, mert ez fel van duct tape-elve. De nem. Ez művészet. Ez művészet. Elrohad ugyanúgy, mint a bolti banán, amit megveszek? Vagy. Ez művészet. A Mona Lisa elrohadt? Igen. Tartósítva van? Ez művészet. A Mona Lisa tartósítva van? Igen, amúgy. Jó, ez művészet. Ez is. Jó, oké. Ha művészet, akkor adok érte $3. Tönkre ment már? Vagy még ehető? Amúgy egész jó, ez pont a jó fázisban van ez a banán. Jó, 250 forint. Adok érte 5 dolcsit. Elviszem, és meghirdetem 10 dolcsért. De ez még pont jó fázisban van, ez még shake-be tök jó ez a banán. Bazd, akkor nem. Akkor $10. Nagyon sok olyan videó van egyébként fenteneten. Biztos látjátok, amikor ezeket a művészeket, nem mondom, hogy kiparodizálják, de hát, hogy így kiteszik az internetre, hogy mindenki eldöntse saját magának, hogy mi a művészet. Most volt egy bácsi, aki egy művész úr, aki egymásra rakott 15 darab vagy 20 darab ilyen homokos vödröt. Ja, és felemelte. A legalsó homokos vödröt kivágta, elkezdett kifolyni a homok, és ugye az, hogy folyt ki a homok, eldőlt az egész, és így kiömlöttek a homokok, és ez meg lehetett venni. Mennyi? Ez volt a művészet, azt nem tudom. És hogy biztosították azt, hogy azok a homokszemek ugyanúgy maradjanak? Én ezt nem értem, hogy szállítják el, meg mi ebben a művészet? Levákomozták a szobát. Láttam egy olyat is, hogy a fut a csávó, egy trambulinra ráugrik, egy hatalmas, mint ez a fal, egy hatalmas vászorra, ugrás közben végig húzza, nem is fröcsköl, csak egy végig húzza, visszasétál, megint ugrik, megint végig húzza. És ezt valaki megveszi millió dollárokért. Hát csináljunk mi is de egy kajak ilyen. Ez mi? Most, hogy innen csinálunk egy ilyen aukciót. Ha innen elmegyünk, ezt itt nem trambulinozzuk ki? Nem. Nem vagyok érzéketlen, de ezek az absztrakt, hívjuk ezt absztrakt művészetnek, vagy nem tudom ennek mi a pontos megnevezése, amikor egy banánt felragasztasz a falra. Ez annyira sznob, és ez annyira csak arról szól, hogy ki csinálta, hogy csak azért fizet. Vannak gyönyörű festmények, vannak olyan, és ez, érted, akár Magyarországon is vannak de olyan... Egy idős bácsi lemegy a pincébe, az fest valami olyan, gyönyörű. Olyan, hogy igen. Szebb, mint amit a 2 milliós kamerát a festményekkel is van egy rohadt nagy bajom. A Mona Lisát élőbe láttátok már? Én nem. Nem. Én se. Akkor jó. Akkor jó. Nem, viszont vannak videók fenn, hogy ott van a Mona Lisa kb. Ekkora. Igen. Egy nagyon kicsi kép, szóval nem nagy a picit kép. Nagyobb, de picit. És ott áll előtte egy rohadt nagy tömeg, és a tömeg annyit látsz a videón, hogyha arrébb viszi, a tömeg mögött meg van egy giga nagy festmény. Egy gyönyörű. Olyan baszott nagy festmény, és az is gondolom, nem tudom, kifestette, tököm tudja, de annyival nagyobb élmény ránézni arra a festményre, mint arra a kis Mona Lisára, aminek nagy a hype-ja, hogy hát, a, jó, az ilyen festményeknél igen. is szerintem... Sokkal nagyobb művészet, azt írjátok, Ábel sapkája, Barni üdítője, meg Henry könyve. Ennyi. Az szép. Na, ugye? Az szép. Ugye? Jó, tegyük művészet... össze ilyen triócsomagból. Egy triócsomagból. Könyv, ügycsíp, csapi. A művészet is üzlet, amúgy. Tehát mi dönti el azt, ott vagy a milliárdjaid vannak, tök mindegy, mire költöd. Az a ugráló csávó, vagy az a homokos vödröket kiöntő csávónak, az a alkotása, hívjuk annak, számomra ez nem az. Miért? Igen, mert több ott még kereslet sincs rá, mert mondjuk egy régi... Vannak ezek a régi Pokémon kártyák, amikből megvan, hogy oké, az első editionből ez, mit tudom, 60 millió forintot ér, mert hogy
ezért meg ezért. Azt mondom, hogy oké, régi. Ugyanúgy, ahogy egy nagyon régi 100 forintosnál van egy olyan eszmei érték, hogy az valaki sokáig fenntartott. De az történelem. Azt már bár a, jó mondjuk de, a festmény. Nem, azt hiszem, hogy vigyáztak rá sokáig. A régi, hát a festményre is. Hát a régi, nem, jó, nácik igen. Ellopkodták a festmények jó, nagy igen, részét, nem, nem, felgyújtották, meg nem tudom, most Harry arról beszél, hogy most itt a vödröt kiöblődött. A modern művészetről. Ábrázolva van valami. A régi bontatlan iPhone 1-es, valami 10 millió forintba kerül bontatlan állapotban. Igen, és a, tehát én most a, nem a művészetről beszélek, ne, nem általánosítani akarok, én erről a idézőjeles művészetről, amikor a vödröket, a homokos vödröt kijönti a bácsi, nincs itt a klip, de most már nem keresem meg. Ha amikor ábrázolom, amit egy festmény, amiben van alkotás, ami ránézel és tudod bámulni, mert valamit jelent neked, bámulod órákon keresztül, azt megértem, hogy valaki megveszi és akarja a falán. De hogy amikor a vödröt kijöntik meg, amikor a banánt fölragasztják a falra, hát hagyjatok már. Hát igen. Holnap én nem vagyok holnaptól. Tulipános virágos. Jövő héten találkoztok velem is, a srácok itt vannak. Hívtak vendéget? Hova? Nem. Ide. Jó, hogy hívom. Sziasztok. Ciao.